Sziasztok, a HelluSom YouTube csatornáját nézitek, én Tomi vagyok, és ez a telefon... Ez a telefon valami brutál lett. A Mi 10T Pro érkezett hozzám tesztre, melyet egy hétig elsődleges telefonnak használtam. Meglepődtem rajta borzasztóan, és őszintén szólva erre nem számítottam. Köszönjük szépen a Xiaomi Shop webáruháznak, hogy kölcsönadták a Mi 10T Pro-t. a linket mindenképpen a leírásban, hiszen egy nagyon kellemes ajánlattal álltak elő. A részletek később. A Mi 10 termék család egy igencsak népes família. Először érkezett a Mi Note 10 széria, a Mi 10 előszele, majd maga a Mi 10 széria, illetve a Mi Note 10 Lite és a Mi 10 Lite is csatlakozott a körbe, illetve távol keleten a Mi 10 Ultra is megjelent. Ezek nagy részéről találtok tesztet a csatornánkon. Még tavaly a Redmi K20, úgy idén a Redmi K30 Globál változatairól van szó. A Mi 10 T és 10 T Pro között csak 2 gram súlyban, főkamerában, illetve a SamShop-nál elérhető modellek esetében a RAM méretében van különbség. A Mi 10 T Pro valamilyen elképesztő, hogy milyen, ennyire egy telefonnál se lepődtem meg. Gyakorlatilag minden lehetséges ponton a lehető legjobbat nyújtja felénk, és jóval a Mi 10 indulóára, illetve a konkurens csúcskészüléke ki alatt van az árcédulája. Az egészen téglaméretűre sikerült dobozon aranyszínnel olvasható a készülék neve, a 108 megapixel embléma, illetve az 5G jelzés. A fedél alatt egy a kényelmesen kiemelhető tasakban találunk egy szímtűt, papírokat, egy nagyon menő tokot, illetve egy USB-C jack alakítót. Majd jön a készülék körbe fóliázva. A telefon előlapja gyárilag el van látva nekünk egy védőfóliával, mely remekül illeszkedik és véd a, a kibontás pillanatától. Még találunk egy 33 wattos töltőfejet és egy USB-C-s adatkábelt. A gyárítók egy a matrészen sejmes tapintású szilikontok, és az előlapra is ráhajlik, így kijelzővel lefelé tévesen sem karszolódik a telefon. Hátulról nézve egy méretes Xiaomi felirat is ékeskedik, de ez kicsit tolakodó lett. Talán a legérdekesebb rész az egészben az a telefon kijelzője, így kezdeném azzal. Egy óriási méretű 6,67 incses panellel van dolgunk, balra igazított ókivágással. Ez egy 144 Hz IPS panel, ami elképesztőre sikerült. A rendkívül sűrű képfrissítés nagyon kellemes használatot eredményez, nem laggol, ha lapozok, és nem kell nézned a lagokat Facebookozás közben se. A technológiája IPS, aminek én speciál erülök, megosztottak a vélemények, én személy szerint IPS párti vagyok, de mindkét technológia más előnyel bír. Mik az IPS előnyei? nem ég be, nem vibrál alacsony fényerőn, valóság hű és kellemes színeket ad vissza. Elő tud állítani rendes fehér szint, fényerőben és kontraszban lehet, hogy elmaradó lett társaitól, de a Mi Pro egy nagyon jó minőségű IPS panelt kapott. Nagyon kellemesek és szépek a színei, remek a részletgazdagsága és a feketék is mélyeknek mondhatóak. HDR10 pluszos támogatottsággal rendelkezik, a fábontása 1800x2400 pixel és fényerőben is jeleskedik az akár 650 nittyével. A betekintési szögek hibátlanok, és a fehér színek valóban nagyon szép fehérek. Az üvegtípus a Gorilla Glass 5. Nagyon pontosan érzékelem, mi legjobban gépelésnél mutatkozik. És amivel első pillantásra megnyer mindenkit, az a design. Kezdeném a hátlappal. Hozzám ebben az Aurora Blue színben érkezett, de van Cosmic Black és Lunar Silver is. A fényt a közepe körül propeller alakzatban töri koncentrikus körökben. Bárhonnan nézed, máshogy néz ki. A hátlapot is Gorilla Glass védi. A kameráknál egy igen szokatlan elrendezést látunk. Egy baromi nagy kamera dudort kapott, van egy 108 megapixeles főkameránk, szerintem nem kell megmutatnom, hogy melyik az. Van egy 13 megapixeles ultraszéles és egy 5 megapixeles makró is. És mi a negyedik? Nos, kérem szépen az egy fényérzékelő, aminek szerintem csak annyi célja volt, hogy kijöjjön a design, de valamit csak csinál. Kizárásos alapon az utolsó a vaku. A 108 megapixel dicsérendő, elég bátran vele lehet közelíteni a képekbe, ami egy elég menő dolog. A színek gyönyörűek a beállításokat jól kezeli a felbontás kiváló. Kevesebb fényben is nagyon jól teljesít, éjszaka is mindent lát. Érdemes automata módban lőni az éjjeli fotókat, a szoftver felismerő hogy sötét van, és optimalizálja a beállításokat. Így jobb képek születnek, mint éjszakai módban. A fókuszt jól veszi be és a fényképek nagyon szépek. A digitális mellett van hardveres kép stabilizálása is, ami király. A makró kamera hát. Múzeumban nem fogják kiállítani a fényképeket. Előnézetben egész korrekt a kép, de exponálás után egy összegányolt, elfusarált nem is tudom mit kapunk vissza. Ez egy szoftveres hiba szerintem, amit vélhetően javítani fognak. 13 megapixeles ultra kamera az én elvárásaimnál egy határeset. Jók a képei, de lehetne a felbontás nagyobb. Cserébe viszont nem torzít és nincs halszem effekt. Az előlapon a sarokban egy 20 megapixeles kameránk van. Akiknél szempont, azok nem fognak csalódni benne, ami említésre méltó az a portré módja. Ilyen jó portré módot még nem láttam, nézzük meg erről a fáról a képet, fantasztikus, ahogy elhatárolja a törzsét a háttértől. Van HDR, panoráma meg mindenféle érdekesség még, maximum 8K 30 fps-ben tud videót rögzíteni, de szerintem el a 4K 60-nal is. A kép stabilizálás egy remekül működő dolog. Ha videó rögzítésre adnátok a fejeteket, akkor a Mi 10T pro ilyen eredményt fogtok elérni. A szuper stabil mód viszont kicsit fura. Ez a videó pedig szuper stabil módba készült, ahogy látszik tényleg szuper stabil, csak egy kicsit a felbontás olyan fura, de legalább van ilyen is. Van felvétel, illetve kétszeres optikai és 30 soros maximális zoom is, bár utóbbi azért nem is tudom, hát nem sok marad a képből. Promódban a fotós guruk mókolhatnak mindennel és a kameráról ennyit. A telefon fogása kényelmes, bár a Mi Mix 3, amét jobban szeretem, a kamera kitüremkedése kicsit már sok. A telefon nehéz, 218 grammos, de valamit valamiért. Hogyha nagy akut akarsz, meg jó kamerákat, akkor a telefon nehéz lesz. A kerete alumínium. Amit tetszik, hogy alul felül szögletes a keret. Felül van egy infraport, szóval lehet távirányítónak is használni. Bal semmi nincs, alul van a stereo hangszúró pár fültagja, egy USB-C port és egy dual nano SIM tálca, ami nagyon ötletesen meg lett oldva. Az új lenyomat olvasó bekapcsoló gomba került. Jobb kézben a hüveik, balban a középső ujjal használható. Rendkívül gyors, pontos és egyáltalán nem zavaró ez az elhelyezés, legalábbis nekem. Be lehet állítani, hogy lenyomásra vagy érintésre oldjon fel. Kiddi arcfelismerés is van, mely szintén gyors. A hangszórója nagyon jól sikerült. Tiszta a hangzása, van egy kis basszusa és sztereó, melynek egyik tagja alul van, másik tagja pedig a beszéd hangszóró. egy egyforma, és játékoknál meg tudod mondani, hogy merről lőnek. A rezgőmotor fantasztikus lett, Nem csak zizek, hanem nagyon finom rezgéseket is elő tud állítani, amit korábban nem nagyon tapasztaltam a Xiaomi-nál. Az értesítési LED ide került, szerintem kis halványa fényed az Always on Display LCD miatt nincs. Hardware tekintve nagyon ütős. Processzora egy Snapdragon 865-ös csúcslapka az integrált grafikus gyorsítójával. Emellett 8 plusz 128 vagy 8 plusz 256 GB-os lehetőségek vannak. UFS 3.1-es tárhelye van, ami nagyon gyorsá teszi. Antutu benchmarkon 566.826 pontot kapott, gigben 5 -ön pedig ezeket hozta. A 144 Hz mellett borzasztóan pörgős a rendszer. Semmi akadás, sehol, minden megnyílik azonnal. Játékokban is jól teljesít, stabil 60 FPS-sel fut a PUBG kód, illetve minden játék maximális grafikai beállításaival megbirkózik. Emellett gyakorlatilag alig melegszik, szóval szép munka Snapdragon, illetve a Xiaomi is jól megoldotta a hőelvezetést. A 144 Hz-et jelenleg még nem lehet kihasználni a legtöbb játéknál, de vélhetően ez majd változni fog. A kommunikációt tekintve igen csak jövő kompatibilis mobilról van szó, 5G és Wi-Fi 6 képes, Bluetooth 5.1 és APTX, kétsávos GPS és még rengeteg hely meghatározó rendszerrel képes kommunikálni, ezek mellett NFC és infra is van benne. Android 10 alapok ami új 12-t futtaz. Az egyedüli hiányom, hogy LCD miatt nem kapta meg a Super Wallpaper-t. Az új GDPR szabályok miatt a Google tárcsázó, üzenet és névjegyek appokat kapta, illetve a Google discover -t. Megkapta az új irányító központot, de van lehetőség a régit is használni. Van rendszer szintű sötét mód, melyet lehet ütemezni, és a nem támogatott alkalmazásokat is nagyszerűen sötét módba tudja kényszeríteni. Állítható a képfrissítési ráta. Én az egész teszt alatt 144 hz használtam, de lejjebb véve kevesebbet fogyaszt. A kijelzőt szinte végtelenül szemére lehet szabni, állítani lehet tényleg mindent is. Az egyik nagy érdekesség az az új olvasó mód nem csak szűri a kékfényt, hanem papírszerűvé teszi a képet, ami sokkal kellemesebb olvasni. Ha zavar a kamerajuk, akkor idézőjelben el lehet tüntetni, de nem ez lesz a legnépszerűbb funkció szerintem. Egy hangszóró kirezektető menü is van, így ha beporosodik a hangszóró, akkor ki lehet valamennyire tisztítani vele. A kedvencem az a lebegő ablak funkció Bármilyen alkalmazás fölé kitehetsz egy másikat, kiteheted a játékot a sarokba, amíg töltődik, vagy akár a játék közben is megnyithatod a messenger Facebookot, vagy akár melyik más alkalmazást. Üzemidőben nagyon tarol. 5000 50 mAh órás akut kapott, melyet a mellékelt 33 wattos töltőjével 60 perc alatt feltölthetjük 0-ról 100-ra. Nálam este 11-kor 40%-on volt még, úgy, hogy előző nap este húztam le a töltőről. Az én használatom mellett egy 5-6 órás kijelző időt tudtam belőle kihozni, ha takarékos vagy, akkor a 2-3 napos üzemidő sem lehetetlen. Ultraenergia takarékos módban, melyben csak a legalapabb funkciókat engedi, de hozzá lehet adni alkalmazásokat még, szóval így egy hétig is ki lehet húzni egy töltéssel. Vezeték nélkül számomra érthetetlen módon nem tölthető. A Xiaomi Shopnál 209.990 forintos induló áron kapható, ajándék miben dött és az első 6 hónapban ingyen cserélik a kijelzőt, ha esetleg összetörnéd. Egyerben van a Poco F2 próval is, ami tiszté Pro, így az összegezés előtt röviden összehasonlítanám őket. Ha a párti vagy, akkor a Poco-t érdemes választanod, de én inkább a 144 Hz mellett tenném le a voksom. A pokúnál csalogató lehet ezen kívül a megszakításmentes kijelző és a vékonyabb kávák is, ám ha a hátlapra tekintünk, akkor a Mitis T-Pro nyer a dizájnjával. A Pokónál az úgynevezett nyomatolvasó a kijelző alatt valami minimálisan lassabb, de valakinek azt tetszik. Kamerát tekintve a Poco egy 64 megapixeles egységet kapott, de olyan eget rengető különbségek nincsenek a 108 megapixelessel szemben. Makró kamerában viszont a poco jobbnak találtam. A Poco nem kapott stereo hangszórót, viszont van jack csatlakozója és high res audio tanúsítványa. Poco az 5000 helyett 4700 millió órás akut kapott, de ez a különbség nem sok vizet zavar. Hardveresen ugyanaz a két telefon. A mi tisztépró kamerája jobban eláll a hátlaptól, a Poco-nak kicsit kényelmesebb a fogása és szolidabb a megjelenése. Mindkettő egy jó telefon, és csak apróságokban térnek el. Ha kell a jack, a super wallpaper, vagy az always on display, akkor a pokót érdemes választani, ha viszont inkább legyen 144 Hz, vagy magával ragadt a design, kell a jobb kamera, akkor a Mi 10T a, a Poco F2 Pro-ról találtok tesztet a csatornán. A Mi 10 nagyon meglepett engem. Minden téren nagyon jól teljesített, gyönyörű kijelzőt kapott, ám LCD-t, ami kinek hogy fel van készítve a jövő technológiáira. Erős hardvert kapott, jó kamerákat és nagyon nagy út. Kapustelefonnak ígérkezik, ám vannak hiányt keltő tulajdonságai is, például nem tölthető vezeték nélkül nincs jack és nagyon halovány az értesítési legye. Aki olcsóbbat szeretne a Mi 10 vagy éppenséggel kell neki a Dual SIM, azoknak vonzó ajánlat lehet, de akik ebben az árban gondolkodnak, azoknak is bátran tudom ajánlani. A vásárláshoz használhatod a leírásban szereplő linket, melyre kattintva az előbb ismertetett előnyökkel vásárolhatod meg a Xiaomi Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomd rá egy lájkot, like iratkozz fel a csatornánkra, és kövess minket Facebookon, Instagramon, illetve a helusomi.hu oldalon. Én Tomi voltam, sziasztok!